már a világ számos tévécsatornájánál teljesen elfogadott, hogy a profi többfős videóstábok munkái mellett leadnak olyan filmeket is, amelyeket amatőrök vagy kezdők készítettek, akár a mobiltelefonjukkal. Nem érdemes ma már azon vitatkozni, hogy a képek profik gyönyörűek legyenek, vagy lehetnek akár piszkosabbak is, hogyha gyorsak és hitelesek, hiszen mindez műfaj és helyzetfüggő. De van olyan terep, olyan konfliktus a vezet, amikor minél kevesebb feltűnést kell kelteni, és akkor szoktunk mondjuk ilyen kisebb kamerákkal forgatni. Hát ezekkel annyira nem szeretnek a profi operatőrök forgatni, mert hogy kicsi a súlyuk, és sokkal billenékenyebb, és sokkal instabilabb az egész. Igazából akkor jó a mobiltelefonnak a videóját használni, hogyha valahol nem tudunk rendes kamerával forgatni. Ezekben azért már tényleg olyan optika van, hogy egész jó felvételt lehet velük csinálni. Ezekben a kamerákban azért már egész jó képstabilizátor van, ráadásul azért amikor lehet, akkor megpróbálunk ilyen kisebb statívról forgatni, nem mindig van erre lehetőség. Körülbelül 10-szeres teljesítményre képesek a mai képstabilizátorok a 2-3 évvel ezelőttiekhez használtakhoz képest. Már képesek arra, hogy a jobbra, balra, fölle mozgás mellett az oldalirányba történő forgó elmozgásokat is ki tudják szűrni. Ez fontos lehet a menet közben történő kamerázásnál, vagy pedig mozgó járműről történő videófelvételek készítése esetén. Ma már ugye a digitális kamerák idejét éljük, tehát már nem is kérdés, most analóg vagy digitálisat veszek. A másik kérdés lehet még az, hogy milyen adathordozóra dolgozik, de talán mára már ez is elég egyértelművé válik, hogy vagy egy memóriakártyára dolgozó digitális kameráról, vagy egy belső Winchesterre dolgozó digitális kameráról beszélünk. Ma még a televíziók viszonylag szűk köre tud HD felvételeket adni, az sem a teljes műsoridőben. Ezért a kameráknak, a full HD és videokameráknak az jelentősége felértékelődik, hiszen ez egy olyan jelforrás, amelynek használatával a tévén keresztül valóban élvezhetjük ezeket a nagy felbontású jeleket. Aki csak teheti, ma már videókamerát ragad az élete fontos pillanataiban, például amikor a gyereke először járni kezd, vagy amikor ballag, vagy egy szép nyaraláson. Aztán sokaknál a kazetták ott porosodnak érintetlenül, vágatlanul évekig a polcon. Ma már erre nagyon jó megoldás inkább lemezes kamerát venni, hiszen a nyersanyag nagyon gyorsan feldolgozható, és akár azonnal az interneten megosztható rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel.